Hölgyeim és uraim, ez itt a Sport, ma a Pécs TV napi sport összefoglalója. A bankoki univerziádén járt pécsi úszóval, Finance Gáborral beszélgetek majd, de lesz labdarúgó összefoglaló is a műsorban, maradjanak velünk, azonnal kezdünk. A bankoki univerziádéről jött egyenesen Finance Gábor, a társi úszója, aki néhány héttel ezelőtt vendégem volt, és akkor azt mondtuk, hogy van egy lehetősége most a bankoki versenyen, hogy megúszza a pekingi kvalifikációt. Szervusz Gábor, kezdjük ezzel, jó? Legyünk ezen túl. Sikerült-e megúszni a pekingi kvalifikációt? Az A szintet sajnos nem sikerült, bár nem mondom azt, hogy sajnos, mert jól sikerült a verseny. Egyéni csúcshoz nagyon közel úsztam. Jól sikerült végül, és a helyezés nagyon jó lett, és az idővel is meg vagyok elégedve. Helyezés az mennyi is volt? Tizedik helyezést értem el a 100 méteren. Most ha azt mondjuk, hogy univerziádé, ugye nekem ezek a régi, klasszikus, nagy, hogy is mondjam, hórukkos versenyek jutnak eszembe, amikor az egész ország búcsúztatta az univerziádéra a versenyzőket, aztán mindenkit fölvettek egyetemre, a jó sportolókat, hogy majd ott képviselik a színeinket. Ehhez képest meglehetősen kevés hír áramlott, és érdekes módon te is kérdeztél tőlem eredményeket most. Tehát nagyon nehezen lehetett követni a versenyt. Szóval mennyire éreztétek, hogy ez egy fontos dolog, akár nekünk, magyaroknak, akár a világban ez egy nagyon fontos verseny? Az az érdekes dolog, hogy a világon ez egy iszonyat nagy sportesemény. És rengeteg jó versenyző van, szinte mindenki. Csak jó versenyző van, jó, most leszámítva az ilyen feltörekvő országokat, persze ott vannak ilyen lemaradások, de minden ország a maximumot nyújtja, és az ország is a maximummal támogatja ugye a versenyzőket, hát ugye kivételez nálunk. Már a támogatást mondod, hát, amit igen, már annyiszor megbeszéltünk. Meg a csapat felépítés is, hogy most persze egy amerikai, kanadai csapatban, ahol eljön 20 vezető a 20 versenyzőhöz, de nem kell olyan messze menni, mert egy francia úszócsapat is majdnem, hogy négyszer annyian voltak, mint mi. Tehát most például ti hányan voltatok összesen? Hát 8 versenyző volt. Úszó? 8 úszó versenyző. Ehhez hány vezető? 5 fiú és 3 lány, és 2 vezető jött velünk. 2 vezető. Igen. De veled nem tudott például az edzőt sem menni. Igen. Sántis Béla, csak aki mondjuk jó lett volna, hogyha ott Budapesti Spartacus egyik edzője jött velünk. És ő mondjuk mit tud neked segíteni? Elnézést, hát én nem bántom őt, de nem hát nyilván általános dolgokat tud mondani. Nem volt vele. Nem azt mondom, hogy probléma, segített, ahol tehát nyilván tudott, segít, csak mérte bemelegítésnél az időket, vagy amit kértünk, az mindent megtettek. Gábor, milyenek voltak a versenyző ellenfelek, tehát a társaid? Egyáltalán ilyen versenyen például lehet-e megúszni az alszintet? Tehát, hogy van-e olyan erősségű a mezőny? Mert ugye ahhoz kell egy olyan mezőny, hogy az kihozza belőled azt, hogy egy-két tizeddel jobbat ússzál. Nagyon erős lett a mezőny, ahogy vártam is. Szerencsére fel tudtam nőni hozzájuk. A délutáni versenydruk az nagyon jó volt, tehát tényleg a tájföldiek, látszott az, hogy érdekli őket a verseny. Tele voltak a lelátók, iszonyat nagy kiabálás. Az mennyi nézőt jelent? Hát többen volt. Hát voltunk annyian, mint itt mondjuk a felnőtt EB-n. Tehát olyan 2-3 ezer ember. Egyáltalán Tájföldön milyen a sportélet, azt se tudjuk. Én például nem is láttam képeket. Nem tudom, te hallottál róla, hogy valahol Eurosporton nyitott volt valami? Összefoglalva? Hát így a apáik, amit mondtak, hogy a Sport Egyen mutatták a döntőket, aha, az úszó döntőt, de ott is csak a döntők, tehát csak az A döntőt. De nagyon sokan. Tehát ahogy bemondták, hogy Tájföldi jön, fölálltak, állva tapsoltak, üvöltettek végig, tehát nagyon jó, nagyon és jó érzés volt. És egyébként szeretik a sportot, ott nagyon gondolom. Hát ott kitettek magukért az a több ezer ilyen kísérő, tehát minden csapatnak volt legalább 5 kísérője, aki ahogy belépett a csapat, már futottak oda, hozták a papírokat, hoztak inni, szóval akármit kértünk, elintézték. Tehát jó volt az úgynevezett ellátás, ahogy szokták nagyon jó, mondani, nagyon de milyen volt a szálloda helyetek? Egy helyen hát voltatok, a falu, hát egy falu, olimpiai falunak hívják. Nagyon
nagyon kitettek ott is magukért, szép volt végül is, minden szoba légkondicionált, tehát teljesen elégedettek lehetünk. A többi versenyszámot tudtátok követni, vagy egymás versenyre el tudtatok menni, vagy ez... A lányok ugye eljártak a vízilabdára, mi inkább bementünk a városba körülnézni akkor. A vízilabdán ott nem is tudom, harmadikak lettünk valahogy, vagy... Úgy tudom, negyedik. Negyedikek, igen, tehát a bronzéremért játszottunk. De ezt is csak úgy hallottam, amikor hazafelé jöttünk a rádióba, bemondták. Nem mondod. Hogy a harmadik helyen játszottunk, de azt hiszem kikaptunk, ha minden igaz. Béla bácsival tudtad-e tartani a kapcsolatot? Igen. Interneten, üzenet, vagy? Üzeneteket írtam neki, hogy... SMS-eket? Igen. Nyugodjon meg. Igen. Jó idő van, gondolom, meleg is volt, nem? Nagy, hát igen. Ahhoz képest, hogy úgymond a hideg évszakba mentünk oda, 28 foknál nem volt hűvösebb, és ugye éjjel-nappal. Páratartalom az 80%, úgyhogy azért jó el voltunk. Fedett uszoda volt ez egyébként? Fedve volt, de nyitott. Tehát csak tetteje volt. Tehát a két oldal nyitott volt. Na most azt mondod, hogy 10. helyen végeztél, ezt én olvastam igen interneten. Ez jó eredménynek számít számodra, most ahhoz képest a univerziálé, és lesz-e még lehetőséged arra, hogy az alszintet megúszod? De ugye ez lett volna fontos. Lettél volna 16. és meg lett volna az alszint. Hát igen, végül is, úgy is. De én nagyon örülök a 10. helynek. 2 évvel ezelőtt nem jutottam 25-be, azt hiszem, úgy emlékszem. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy 10. lettem. Jó időt is úsztam, tehát végre elértem azt, hogy sikerült a nagy versenyen is megmutatni, hogy kicsi országból is lehet elérni. Igen, és ilyen körülmények között, igen. Hogy ezt mindig azért tegyük hozzá. Hát igen. Kik voltak előtted, mely nemzetképviselő? Amerikaiakat már mondtad. Az ukrán fiú nyert, ők ketten is benn voltak a 8-ba, kanadai lett a 3., volt még egy angol, ugye japánok, és egy új-zélandi lett a 9. Őket és egyébként kínai is. Ismered kínai őket a többi versenyről? Vagy ezek? Egyik, a felét igen, a fele az meg ilyen, körülbelül ott vannak, ahol én, csak nekik jobban, talán jobban jött ki egy kicsit a lépés. De Gabi, ez nem azért van, mert máshol jobban működik az egyetemi sport? Tehát, hogy nagyobb befogadó képessége van, jobban ambicionálják, jobban támogatják. Nálunk igazából ez nem működik annyira, ugye? Hát Amerikában hát igen, ott egyetemi versenyek vannak, igen. Világcsúcsokkal. Ott külön erre a versenyre is ki kell harcolni a kijutást. Nálunk meg hasraütéssel, akik gondolnak, és éppen pont ráér. Meg hát még ráadásul egyetemre is jár, igen, az mondjuk. Igen. Nem árt, hogyha így van. Na most akkor mi lesz a nagy verseny a következő? Tudsz egy kicsit pihenni most? Most szeptember 3-áig pihenünk. Most ezt hülyén fogalmazok, de úszodánk megint nem lesz. Nem mert lesz október, ahogy elnéztem, ebből talán jó, ha novemberre lesz valami. Nem, hát október, nem is tudom, 23-án, vagy nem is jó, tudom. Hát amikor elkezdték, akkor még augusztus volt belőle. Lesz Lenkuba vízilabda, arra kész kell, hogy legyen. Én ebben nem hiszek, ahogy így elnéztem. Reméljük, legyen így. Addig meg mentek jó ide kérdés, a Bécsváros helye. Jó kérdés, aztán egyetemi úszoda, és így tovább. Gabikám, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És nagyon jó pihenést kívánok neked, megérdemled, mert azért voltak itt nagy eredmények, most ezt is vegyük annak azért a világ egyetemistái között 10. becsapni a úszófalra, hát az nem egy könnyű és nem egy gyenge dolog. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert. Hazai pályán is bemutatkozott a Kozár Miszeny labdarúgó csapata az NB2-ben nagy közönség előtt. 3-0-ás vereséget szenvedett a bajnok esélyes Felcsúttól, de egyáltalán nincs mit szégyenkezni Bene Ferenc csapatának. Kutyán Csányin mehet. Kutyán Csányin, jó cselek. Lauerhez nem jut el. Mindig az utolsó pillanatban közben nyúlnak. Fabián Csics. Suba. Morvai. Jó indítás, Tóth, Lauer, gólhelyzet, és nincs meg, azt a mindenét, Lauer. A körömpassz szép megoldás volt, Lauer előtt 100%-os helyzet volt, és nem sikerült belőnie a labdát. Még egy felszabadítás, éles. Játékvezető nézi az óráját, Laki. Kovacsics, török indul a másik oldalon. Egy bekanyarintott labda, Kovacsics középre fejeli,
Nincs helyzet. Török visszateszi. Egy lövés. Antal is gól! Azt a betyár mindenért. Az utolsó percben Franz Balázs lövésével megszerzi a vezetést a vendég felcsút együttese. Őszintén mondom, nem éreztem ebben a gólt, ebben a lövésben. Lepattant egyébként még a kapu előtt, ahogy itt az ismétlésben majd tetszenek látni a sportműsorban. És Antal talán egy picit később is mozdult, de alaposan megtréfálta ez a lövés. És Franz góljával, 43. percben lőtt góllal vezet 1-0 arányban a felcsút együttese is. Franz. Nagy a lökdösődés ott középen a 11-es pontnál. Franz. És ott a 2-0. A hatos számú játékos, mégpedig Vencel fejelte be a labdát, és 2-0 arányban vezet a felcsút együttese. Vencel góljával tehát. Abszolút tiszta helyzetben volt Vencel. Hátulról indult a 16-osról, és bebólintott a középre a labdát. Talán Antal kiléphetett volna, de hát ez most már így utólag okoskodásnak tűnik. 23. percben vagyunk, tehát 2-0 arányban vezet a vendég felcsút együttese. Vencel, illetve Franz volt a gólszerző még az első félidőben. Weitner indul. Weitner, és nem tudja középre adni szerencsénkre, de ott a helyzet. És ott a gól, 3-0. Kérem szépen, a 24-es számú Kovacsics megszerzi a harmadik felcsúti gólt. Abszolút zicser helyzet. Először még örültem, hogy nem tudja középre tenni a felcsúti játékos Kovacsicshoz. Abszolút egyedül volt legalább egy percig vagy fél percig. És Kovacsics góljával 3-0 arányban vezet a felcsút együttese. Lauer, ott a helyzet, lehet lőni. Gól, nem! Kapufa Hergerlöder! És nem tudják belőni a betyár mindenét. Varga Balázs lövése a kapufán csattant, mert hogy itt már sok változás nem lesz, nem nagyon engedik ki most már a kezdeményezést a kezükből a vendégek. Fabiáncsics. Na még egy huszáros akció, gyerekek. Trampler indul, Hergenröder átveszi a labdát, kéne még egy gólt lőni Hergenröder. Bedobás lehet még, az utolsó akció, és nincs tovább, mutatja a játékvezető, vége a meccsnek. Hát kérem szépen, első MB2-es hazai mérkőzésén vereséget szenvedett a Kozár Michelin, de a közönség tapsol. Rövid híreink, információink következnek most. Családi sportnapot rendeztek a hétvégén, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 20-án a Várkői Ferenc stadionban. Most nézzék meg az eseményről készült tudósításunkat. Kispályás labdarúgó tornával, 11-es rúgóversennyel, céllövészettel, kötélhúzó bajnoksággal, zsákbafutással, gólyalábversennyel, családi ügyességi futamokkal, kresszvetélkedővel és környezetvédelmi versennyel várták az érdeklődőket a családi sportnapon augusztus 20-án a Várkői Ferenc Diák és Szabadidő Központban. Kovács János, a Melittaes elnöke elmondta, hogy elsősorban a szabadidős programok állandó résztvevőinek hirdették a sportnapot, de mindenkit szívesen láttak az egész napos rendezvényen.
Kovács János hozzátette, hogy a tombola sorsoláson annyiszor került a résztvevők neve a szerencsekerékbe, ahány programon elindultak. A délelőtti sportversenyek után az Anett R6 klub, a Dombóvári Dikák kötélugró sportklub, a Fashion Dance Ese, a Nanzan Aikido Dojo és a Fordán Rock'n'Roll és Fashion Dance Ese sportolói tartottak bemutatót. Ennyi volt mára a Sportma Pécs TV napi sporthíradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Csütörtökön Bernadett várja önöket friss hírekkel, információkkal. Tartsanak akkor is velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!